Kezdjük? Disclaimer, azt hiszem, legalábbis. Nem elég azt mondani, hogy Zoli vagyok, hanem azt is mondani, hogy Zoli vagyok. Vagyok, disclaimer. Disclaimer. Szervusztok, kedves hallgatóink! Ez a podcast a 101-es szobából következő adás, talán 55. egyébként, néhány hónap kihagyással. Miért hagytuk ki? Mindenkit elsodort a kampány. Zoli, te képviselőjelölt voltál. Én igen, egyéni képviselőjelölt voltam a 12. kerületben. És akkor mondjuk el a kedves hallgatóinknak, és ez fontos disclaimer, hogy innentől kezdve egy igazi politikus is lesz itt velünk. Mert hogy te megnyerted a körzetedet. Én megnyertem a körzetemet, így van. Úgyhogy én októbertől képviselő leszek a 12. kerületben. De mi nem vagyunk sajtótermék, hanem egy sima podcast vagyunk, úgyhogy ez minket nem érdekel. Elnézzük egymásnak ezeket a... ezeket a kis hibákat, igen. Szóval itt vagyunk megint Surányba. Zoli, akit hallottatok, ő itt tőlem jobbra, így virtuálisan, tőlem balra. Zsuzsa, aki szintén... jelölt volt. Téged is elsodort a kampány. Igen, engem is elsodort a kampány. Én Pócsmegyer Surány településen indultam. Én nem kerültem be, úgyhogy visszatérek az újságíráshoz. És szüneteltetted addig az újságírást? Szüneteltettem, igen, mert nem akartam, hogy a szuverenitás hatóság ránk szálljon, vagyis az átlátszóra rászálljon, úgyhogy akkor teljesen felfüggesztettem a béli működésemet, de most már visszatérhetek, hisz nem lettem politikus, úgyhogy ennek nagyon örülök. Egyik szemem sír a másik nevet, viszont az a csapat, akivel indultam, az megnyerte a választást, egy szavazattal győzött a mi jelöltünk. Tehát a polgármester egy szavazattal. A polgármester egy szavazattal győzött. Tehát akkor, kedves hallgatóink, minden szavazat számít. Abszolút minden szavazat, és többségbe is került ez a csapat, akit mi szerettünk volna, úgyhogy innentől kezdve Pócsmegyer Surány felemelkedik, és megígérték, hogy kapok egy bronzszobrot. Csak felfelé? Főtére. Hát, sziasztok! Én nem jártam politikus, sőt, nem is indultam, viszont attól még én is kampányoltam. És nem baszogattál minket, hogy miért nem veszik fel az új adást, hogy tudtad, hogy mindenkit elsodort a kampány. Mindenkit elsodort a kampány, sőt egy kicsit engem is. Tehát, hogy attól még, hogy én nem voltam rajta egyik szavazólapon se éppen most, attól még a kampány az kampány, tehát, hogy ezen is részt vettem. És hát engem is elsodort a kampány, mert én meg az MKKP-nak az EP kampányfőnöke lettem márciustól, szóval, hogy egyszerűen az annyira sok időt vett el, hogy én se ütöttem a vasat, hogy na, akkor csináljunk új adást, pedig nagyon szerettünk volna áprilisban egy olyan adást csinálni, amikor a Magyar Péter már föltűnt, de még inkább a családon belüli bántalmazásról, meg erőszakról volt szó, és hogy arról csináltunk volna egy külön adást, de lehet, hogy majd nyáron bepótoljuk ilyen extra, nem tudom. Igen. Témáról, mert a közbeszédbe behozott. És hát az fontos még kiemelni, hogy a választás éjszakája után egy nappal vagyunk itt hétfőn, és reményeink szerint nagyon gyorsan megvágjuk az adást, megvágom, ez gyakorlatilag ezt jelenti. És hát miről szólna másról az adás, mint hogy a választások eredményéről. Azt már hallottuk, Zoli, hogy te képviselő lettél. Milyen volt a kampány a 12. kerületben? Akkor induljunk innen. A 12. kerületben... hát én kevésbé fényeskedtem a kampányban, mert nekem a munkahelyem mellett ez kevésbé volt módon. De az ott lévő csapat viszont egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott. Gyakorlatilag 3-4 hete az utcán vannak. Egyfolytában pótozás volt, egyfolytában kopogtattak, szórólapoztak, mindenféle rendezvények voltak, ahol találkozni lehetett velük, és a választók tudtak hozzájuk kérdéseket intézni. Hát azért én hallottam olyat, hogy egy kicsit kutyapártos lett ez a kampány ott, tehát valakinek a választás előtt egy nappal készültek el a szórólapjai? Hallottam ilyet? Kicsit kívül voltak, hogy mondjam, megoldandó feladatok ebben a kampányban, mint szerintem minden kampányban most. A kampány nagykövi alapján nem így kell kampányolni, hogy a választás előtt egy nappal készül el a nyomdában. De a kutyakát is viszont az eredménye. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért dicsekedjünk el az eredménye, mert szerintem fantasztikus, hogy ez a kerület, a 12., ami nagyon sokáig ismerten, tudottan fideszes volt, ott milyen eredmény született, Zoli? Kérlek, Palácson Kovács Gergő polgármester.
A drogos Kovács Gergő? A drogos Kovács Gergő polgármester. Aki nem hajlandó reggel felkelni? Hát igen, ugye miatt sem fel kell szerveznünk a hivatal működését. Igen, hivatal működését. Nem, szerintem a hivatal működését nem a közgyűlés hát, kell, tehát a testületi üléseket kell. Testületi üléseket kell utána tenni, meg ugye egyébként minden bizottságülés is, amin a Gergő részt akar majd venni. Mármint azokon, amiket részt akar venni. Igen, tehát Kovács Gergő ugye megnyerte ezt a polgármesteri választást, és az összes egyéni körzetben kutyapártos jelölt. Volt a befutó ott, ahol volt ugye kutyapártos jelölt, ez nagyon érdekes volt, mert... Hány körzet volt? Szerintem 12, nem? 12 plusz 5-ös, nem? Azt akartam te kell mesélni, mert a számokban nem vagyok annyira jó, de ugye ott volt egy előválasztás. És az előválasztást ugye a Kovács Gergő nyerte meg, úgy, hogy ő azt gondolta, hogy az előválasztást ugye a Momentum, és a Momentumhoz általában kapcsolódó MSZP-DKP, nem tudom, hogy ezt betűket, ezt kapcsolódó pártokkal bonyolította le. De utóbb kiderült, hogy az MSZP-DK ezt nem gondolja, vagy a DK, ezt például tudom, hogy a jó sorrend. Úgyhogy ők így kihátráltak ebből a dologból, legalábbis ők kérdezték, hogy ők ezt nem gondolták úgy, ahogy a Gergő gondolta, és... Miután elvesztették? Miután elvesztették, természetesen csak azután, és másul arra az általánosság jutottak, hogy az összes körzetben elindítanak egy DK-s ügyjelöltet, ahol egyébként ugye pártos indul, ott azt mondja, nem indítottak, ahol a Momentumos indultak, ott valamiért elfelejtettek, és akkor ennek az lett az eredménye, hogy viszont abban a körzetben, ahol az eredeti felállás szerint csak DK-sok indultak volna, ott elindultak kutyapártosok is. Például az egyik körzet az volt, ahol én nem indultam, tehát én most csak azért vagyok egyébként képviselő, mert a DK nem tartotta be ezt a megállapodást, amit hát szerintük meg se kötött, mások szerint meg igen. És azt tegyük hozzá, hogy te a Fonti Krisztinát győzted le, aki a polgármester jelölt volt, és a jelenlegi alpolgármester. Én szentül hiszem, hogy ez nem a, hogy mondjam, nem az én érdekem. Nem a te személyednek szól? Nem az én személyemnek szól, hanem az, hogy a Fonti Krisztina népszerűsége lehet, hogy nem volt olyan magas. Legszámított. De sok minden megváltozott az országban, a Tiszáról is fogunk beszélni, de ebben a kerületben az változott meg, hogy, tehát értitek, ez Buda legdrágább kerülete, vagy hogy is mondjam csak, ez tényleg nem tudom, miniszterelnöktől kezdve a Vitézén keresztül, a Gyurcsányon át, a Magyar Péter, mindenki ebben a kerületben lakik, tehát tényleg a cégvezetők, intézményvezetők rengetegen. Bocsánat, csak egy diszklémere, hogy muszáj megígyeznem, hogy a 12. kerületben is vannak olyan körzetek, többek között, ahol én indultam, az egy ilyen körzet, vagy erről. Ahol nem ilyen emberek laknak. Ahol nem ez a típusú. Jó, oké. Okay. Ez egy elit. Ez a kerület, ez egy elit. Környék, ahol nem tudom, 25 éven keresztül mindig a Fidesz, vagy előtt az MDF adta a polgármester jelöltet, vagy hát a polgármestereket. Értitek, itt most nem egy olyan politikus választottak meg polgármesternek, aki véletlenül beleszívott egy füves cigibe fiatal korában egy buliban, tehát nem ez, hanem aki kijelentette interjúba, hogy jobban élt akkor, amikor füvet termesztette, tehát hogy ezt egy nyíltan kijelentette ebben a kerületben polgármesternek. Igen. Program ellen. Abszolút. Aki április 20-án tüntetett a Madács téren a marihuána legalizálásáért. De ezt kiválóan mutatja meg azt, hogy mennyire igaz az a mérés. Azt hiszem, ami a lakosság, például a kisebbségekkel, illetve könnyű dolgokkal kapcsolatos liberális hozzáállása, az mennyire megnövekedett a múlt évtizedben. És úgy látszik, hogy ez teljesen igaz, legalábbis a 12. kerületi választókra mindenképpen, mert hogy őket egyáltalán nem zavarta, hogy a Gergő egyébként praktikusan időnként füvet szív. De szerintem az egész országra is így már tudunk rákanyarodni a Tisza párt eredményére, szóval, hogy eredmények alapján ugye ez egy elég jobboldali országnak tűnik. Tehát, hogy mondjuk a 21 EP képviselőből 19 jobbos vagy szélső jobboldali lett. De életformájukban liberális életformát. Nem ebből egy következtetés, mert hogy én azt gondolom, hogy ma Európában pártállástól függetlenül nagyon elterjedt egyébként a könnyű drogok fogyasztása, elsősorban az a szoka, nem azt a hozzáférhetőnek, hogy liberalizálták, hanem hogy azért liberalizálták, mert fölismerték azt a helyzetet, hogy az alkoholnál ez mondjuk így sokkal jobb, sokkal kevésbé addiktív, sokkal kevesebb kárt okoz adott esetben.
Illetve a családon belüli erőszak, az nem igen. azért következik, apuka sztondul, sokkal jobb, mint hogyha alkoholista. Igen. Így van, mint hogy apuka megissza a pálezt, aztán elveri anyukát. Szóval, hogy életformájában viszont a magyarok kifejezetten liberálisok, meg elfogadók, de közben a pártjaik tényleg ilyen jobboldali előretörés van az egész országban. Azért ez nem azt mondom, hogy fideszes, mert a Tisza az ellenzéki, de az is jobboldali párt. Hát egyébként egész Európában látható ez, hogy előtört a jobb oldal, vagy bizonyos helyeken a szélső jobb. Tehát meg kell nézni, hogy hol milyen eredmények születtek. Németországban az AfD második lett. Hm. Igen, az osztrákoknál is a szélső jobb győzött. Tessék? Aztán végül a harmadik lett, csak az éjszaka közepén volt egy pont. Hogy átfordultak, és csak harmadik lett az AfD? Jó, hát ennyire nem néztem. A belga miniszterelnök már le is mondott, ha jól tudom. Hát a komplet Momentum is lemondott. És a komplet Momentum, tehát reggel arra kellünk fel, hogy se Momentum, se Csák János érte. És se belga miniszterelnök. És a Macron előre adott választásokat. Tényleg, és azt nem is értem, de hát mindegy, hát ez kockázatos lépés. Na most ehhez kapcsolódik az, amit én gondolok. Én azt gondolom, Magyarországon különösen, de szerintem ez szinte mindenhol igaz, hogy inkább belpolitikai szavazás, mint az Európáról, illetve az eredeti céljáról szólna. Tehát, hogy náluk teljesen egyértelműen igazából minden pártnak, mindenkinek a kampánya szinte arról szólt, hogy tehát abszolút belpolitikáról, hogy ki hol helyezkedik el ma a Magyarországon a politikai palettán. És ezt a tétet tette föl, illetve így keretezt minden párt, főleg a Tisza, aki ugye ebbe élen járt, hogy ő magát megpróbálja a magyar belpolitikai térképre föltenni. Sőt, tehát azzal kampányoltak, hogy mindenki szavazzon a Tiszára, hogy most mutassuk meg Orbán Viktornak, hogy mi vagyunk a ellenzékvezető ereje. Igen, a Fidesz pontosan ugyanígy belpolitikai szempontok alapján határozta meg az EP választás tétjét. Ugyan nem ezt az a háború, vagy béke, vagy aki... Halál. Orbán csak Viktor, vagy halál. Meg, hogy most lesz háború, vagy nem lesz? Nem lesz. Leszették a plakátokat, én már láttam a vége? Háború? Igen, vége van. Ja, már nincsenek plakátok. Nincsenek ki már plakátok, leszették ma. Oké. Okay. Ettől függetlenül elég szörnyű hírek jönnek, de a háborúval kapcsolatban. Illetve az EP választás eredménye is azt gondolom, hogy eléggé fel fogja forgatni a magyar belpolitikát, és ez nem azt a szót használom, hogy a magyar ellenzéket. Nyilván rájuk is óriási hatással lesz, de azt gondolom, hogy itt a teljes magyar politikát fel fogja forgatni. Mindattól függetlenül, hogy tulajdonképpen a lecsupaszítjuk, a Fidesz majdnem 200 ezerre több szavazatot kapott, mint az utolsó európai parlamenti választáson, mert akkor ahhoz képest. De ennek bocsánat, az oka az volt valószínűleg, hogy összevonták az önkormányzatival, és ezért sokkal nagyobb volt a részvétel igen, meg a szavazási hajlandóság. Hát igen, nyilván, illetve sokkal jobban be lett keretezve a magyar belpolitikára. Tehát, a tét. Adott neki tétet a Fidesz. Igen, tehát hogy a Fidesz, illetve a Magyar Péteren megjelenő mozgalma és az ő kampánya egy tétet tett le az asztalra, hogy ez mit szeretne mondani azzal, ami történik a választáson. És nyilván ettől volt nagyobb sokkal a részvétel, mint ami eddig volt. Egyébként számomra ez az egész arra mutat rá, hogy amit most elmondhatok, meg amit tapasztaltunk, pártok számára az Európa Parlamenti választás az igazából a saját hazai hatalmi játékuknak a része. Egyfelől ugye nyilván az az érdekük, hogy ők kijussanak az EP-be, és ott is a saját mondrájukat tudják nyomni, ami tök oké egyébként, tehát ez nyilván egy érthető párpolitikai cél lehet. Másfél ugye az EP választás, vagy az EP mandátum az egy erőforrás, elég jelentős erőforrás egyébként. Nyilván nem Fidesz léptékben, de kis pár léptékben talán mindenképpen. Hát azért a Fidesznél is, hogyha van 12 képviselőd, az 60-70 embert fizetnek csak az EP stábba, plusz lottali frakció, szerintem ez egy 100 ember. Így van, és a másik, amit meg akarok mondani ezzel, hogy ebből nekem az jön át, hogy Magyarországon mennyire fogalmunk nincs arról, hogy valójában mi is történik az EP-ben, vagy valójában mi is a tétje annak, ami ott zajlik, az milyen hatással van a mi mindennapi életünkre, vagy a mi jövőnkre, elképzelési sincs az embereknek, ezért az emberek is a belpolitikai üzenetek alapján döntenek. El is vannak zárva ettől az infótól, meg nem is szerzik meg. Ugye most nem akarom kutyapár szekerét tolni, de hogy nekünk ugye külön programpontunk volt egyébként azt, hogy ezen valamilyen módon változtassunk, mert ez annyira bosszantó.
bosszantó, nekem két dolog jut eszembe. Egyrészt a kutyapártnak a listvezetője, Lé Marietta, ő egyébként ezt nem hangsúlyozta, de ő neki az egyik első programpontja lett volna az, hogyha kijut az EP-be, ő megszünteti a felugró kuki ablakok leokézását, mert ez például egy olyan vívmány, amit az EP hozott, és semmi értelme nincsen, mert hogy ugyanúgy nem olvasod, de ugyanúgy beleegyezel, és ugyanúgy megy tovább minden. Tehát, hogy igazából ezzel nem oldott meg túl sok mindent az EP, de az, szóval, hogy érted, ott van a Momentum. A Momentum belpolitikát csinált az EP-ben, hiszen 5 éven keresztül azon dolgoztak, hogy fagyasszák be a Magyarországnak járó kohéziós meg strukturális alapok pénzét, és miután ez megtörtént, utána itthon azzal kampányoltak, hogy na ők elzárták, hogy ne a korrupciót ne tudja fűteni az unió pénzzel. Tehát én értem ezt a dolgot. Milyen jól bejött ez a terv, mint látjuk. És ezzel kampányoltak, és ez láthatóan, nem tudom, hogy ez, csak ez az ok, nyilván nem, hiszen a Tisza megjelenése meg egy csomó más oka is van, de ez láthatóan nem díjazták a magyar választók. Nyilvánvalóan magyar képviselők Brüsszelben magyar ügyeket fognak ott vinni, a francia képviselők francia ügyeket, és a német ügyek, vagy mi német képviselők, német ügyeket. De nincsenek európai ügyek? Hát de az európai ügyek azok magyar ügyek, meg francia ügyek, tehát hogy ezek, összefüggnek. De vannak összeurópai ügyek, ami mindegyikünkre vonatkozik a gazdaságtól, a mezőgazdasági, kereskedelem, stb. Igen, ez így van. És azzal vajon bekerülsz az itthoni médiába? Igen, tehát vannak. Hát nem tudom, de én mondjuk arról szívesen beszélnék, hogy a Marietta mennyire volt jó jelölt, vagy erős jelölt, vagy mennyire tudott megjelenni ebbe a kampányba, mert én például azt éreztem, hogy ő így egy ilyen hangsúlytalan, vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogy nem volt elég átütő, és azt gondolom, hogy a magyarok nagy részének fogalma nincsen, hogy ki lesz az EP képviselő, tehát nem tudom, titeket megkérdezem, hogy egy Tisza párt első három helyén állott, mondjátok meg. Még én sem. Én se tudom. Hát én nem tudom. Igazából azokat nem tudom. Nem érdekli az embereket. Illetve azokra sem emlékszem, akik a mondjuk a Köztévén, meg a Partizán, meg ezeken a vitákon részt vettek, ott láttam, hogy ki az egyes ember. Tehát tudom mondani, hogy itt a Dobrev Klára, meg a... Bár a kicsikre már ott emlékszem a nevükre, de hogy igen. De hát ez szerintem pont megint ugyanaz, hogy igazából nincsen európai szintű tétje. Mert mindenhol tulajdonképpen pártvezetők... Pártvezetők és Deutsch Tamás. És pártvezetők és Deutsch Tamás van. 20 éve politikai pályán lévő cápák. Igen. Közéletbe dobva szegény Marietta, ugye? Abszolút. Meg ugye legtöbben a Partizánban, meg az M1-en lezajlott LP képviselői vita alapján állítják azt, amit te is állítasz. Én abszolút. Mondom, hogy ez nem volt egy egyenlő pályák, egyenlő esélyek. És ez nem a Marietta hibája alapvetően, hanem amit a cikai jelölő szervezeté, vagy pedig a többiek. Szerintem, Zsuzsa, amit te keresel szót, az a mondjuk a karizma. Tehát, hogy amit mondta, hogy mennyire átütő a személyisége egy adott jelöltnek, és szerintem az egy elég... Tehát ez egy megfoghatatlan dolog nyilván, vagy van, vagy nincs. Világos, viszont, mint hogyha az látszódna a magyar politikában, hogy azt preferálják a nézők is, te is, én is, hogyha értsd jól, ha ilyen átütő, hangos vezérek viszik a népszónokok, vagy hordószónokok, vagy tehát, hogy ilyenek jönnek elő. A Marietta valóban nem ilyen karakter, meg nem ilyen izé. Arról lehet beszélni, hogy ez jó ötlet volt-e a kutyapárt részéről, hogy ezt választotta, és akkor itt nézek az Olira, mert ugye ezt még hamarabb, én már csak utólag becsekkoltam, hogy akkor jövök segíteni a kampányt, de hogy nem ezt gondoltátok végig. Saját korát, azt gondolom. És ez nem, lehet, hogy nem baj. Tehát lehet, hogy nem baj. Igen. De akkor ez a munkám. Igen, szóval, hogy egyet, tehát hogy az közben azt látjuk, hogy ez a fajta vezérelőség, ez Magyar Pétereket termel ki, meg Gyurcsány Ferenceket termel ki, meg Dobrev Klárákat. Sőt, aki még nem ilyen volt, én emlékszem, vagy végignéztem, az ATV-n volt a fővárosi listvezetőknek a vitája, ahol benn volt a Soproni Tamás, mint aki a Momentum listát vezette. És Soproni Tamás 5 évvel ezelőtt, amikor megválasztották polgármesternek, egy szimpatikus, tök nyugodt, volt karizmája, de egy nyugodt csávó. Most ordibált. És hangosan veszekedett a vitézőre minden, tehát hogy átalakult az ő személyisége. Nem biztos, hogy én csak ilyeneket akarok látni, és szerintem a Mariettának szarul is állt volna. Tehát, hogy... Lehet, hogy nem ilyeneket akarsz látni, de akkor mi indokolja azt, hogy a Vártnál, ha jól tudom-e, hogy a Vártnál rosszabb eredményt ért el az LP választáson a kutyapárt?
Hogy az előrejelzetnél, hogy ez a Tiszától van, vagy valami más? Igen, nem azt akarom kihozni, hogy a Marietta nem volt egy jó jelölt, félre ne értsétek, mert szerintem jó jelölt volt, csak hogy mi az oka annak, hogy ez most nem működött? Szerintem nem az, hogy nem mutatkozott egy ilyen harcos és erős karakternek ezekben a televíziós megjelenésekben, egyébként annak ellenére, hogy nem mutatkozott annak az. Igen, érdekes, hogy a való életben ennél azért sokkal átütőbb a személyisége a Mariettának szerintem, mint amik lejöttek tévébe. De hogy igen, de mondott második fele viszont úgy szól, hogy igen, én azt gondolom, hogy a Tiszának köszönhető. Én azt gondolom, hogy tehát nagy része Tiszának köszönhető, ha mondjuk a Marietta az ATV-ben már elég jó volt. A Partizánban szerintem is halovány volt, és egyszerűen őt megütötte az a közeg, akkor hadd beszéljek erről, hogy milyen volt az a Partizán, mert én ott voltam. Mm-hmm. És ez lehet, hogy a hallgatóinak is érdekes lehet. Első titka következik. Mert szerintem erről még nem nagyon... Nem nagyon volt szó. Tehát azt úgy képzeljétek el, ez az a kongresszusi központban volt. Egyébként én életemben először voltam ott, mert soha az életemben nem volt még olyan, hogy nekem a kongresszusi központba kellett volna mennem bármiért is. Na mindegy, egy baromi nagy terem. Szerintem mondjuk az egyharmada az a Mi Hazánkosokkal volt tele. A Gulyás Mártonék elrontották a szervezést, és össze-vissza ültették le az embereket, nem pedig egybe. Ezért a Mi Hazánkosok egy ponton elkezdtek, tehát hogy azt mondta, hogy nem érdekli, hogy mellette mondjuk az én jegyem volt, ez konkrétan ez történt, én menjek máshova, mondta, mert ők egy tömbben akarnak ülni, de mondta... Tehát a B közép egy helyre akart ülni. És konkrétan fenyegették, mondjuk nem engem, de mondjuk Momentumos, hogy figyelj, nem húzol el innen, megverünk, mondta Momentumosnak, miért elindult volna a vita. Tehát egyrészt így képzeljétek el, majd előttem egy srác, egy ilyen, szerintem félvér fiú, vagy Momentumos volt, vagy DK-s volt, tudjátok, barna bőr, de... tökéletes magyarsággal beszélt, tehát hogy, ja nem, bocs, egy cigány fiú, egy momentumos cigány fiú, nem engedték leülni, mondtam, hogy, és akkor odaszóltam, hogy figyelj, őnek is szó van itt a helye, álljatok föl, mert őnek van itt a jegye, őt az nem érdekli, ő itt ül, mert itt vannak mellette a haverjai, tehát ezt így képzeljétek el, ez negyed óráig tartott, mindenki iszonyú ideges volt, a Mariettek is látták, hogy valami nem stimmel, meg a többiek, majd elindult az adásfelvétel, és végig üvöltöztek a Mi Hazánkosok, és bunkóztak, buzisztak, zsidóztak, tehát ez ment így mellettünk, így a B közép. Egyébként az adás? Nem tudom, nem tudom képzelni, nem tudom, hogy azt láttam, hogy volt olyan szervező a Partizántól, aki kirohant, tehát hogy ő nem viselte el, hogy két sor között áll, és hogy ezt, hogy neki ez így sok, vagy ez így durva. Volt egy pont, ahol én átszóltam 3 méterre, hogy ezt most hagyjátok abba, tehát, hogy, de nem csak én, mások is szóltak nekik, és akkor az volt a válasz, hogy jó, majd megvárunk téged utána, és ez nem egy ilyen, és nem csak én, hanem mások is kapták, és miközben, ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk mond valamit a Dobrev, és üvöltve a komplet B közép hazáruló, meg te rohadt izé, tehát így, és nem hall, tehát hogy a Gulyás Márton teszi fel a következő kérdést, és mondjuk válaszolna a nem tudom, a Marietta, és a Marietta nem hallja, a saját hangját nem hallja, mert még mindig üvölt az előző válasz miatt a Mi Hazánkos csőcselék. Tehát, hogy tényleg a csőcseléket képzeljétek el, aki ott volt benne a Partizánban. Tehát, hogy ez egész... Hát akkor itt valami félrecsúszott, mert ezt a Marcinak le kellett volna állítania, vagy valakinek, és azt mondani, hogy ez így most nem működik. Többször kinézett a Marci oldalt, tehát őt is zavarta, ami zajlik. Amikor pedig minimum mondjuk a Torockai válaszolt, akkor ugye nagy üdvrőlagás. És szintén a következő válaszolót a közönség se hallotta, mert egyébként az adás nem állhatott meg addig, amíg kitombolja magát a közönség. De az is volt, amikor itt amikor bemondta a Donát a végén a nem tudom, melegházasságot, meg bemondott ilyen liberális dolgot, akkor ilyen, tehát a masszív buzizás jött a Mi Hazánk csőcseléktől. Tehát, hogy ezek így, de ez így végig, tehát borzalmas volt a hangulat. Mellettem egy Momentumos konkrétan megfenyegetett Mi Hazánkos, hogy akkor, hogy figyelj, mű, kb. Így vissza, és volt, hogy majd mindjárt megveri. Tehát, hogy ilyen volt a hangulat. Szóval, hogy én ebben nem csodálkozom, hogy ez a Marietta nagyon nem feküdt, és tehát látszódott az arcán, hogy ő más, ő nem akar itt lenni. Tehát, normális ember nem akar ilyen helyzetben lenni, ilyen környezetben lenni, és üvöltözik vele szemben a Torockai, meg a Dobrev, meg izé.
Jó, meg nyilván nem vagy profi még ebbe a műfajban, mint ahogy a Toroczkai meg a Dobrev profi, akkor még nehezebb helyzetben vagy. Tehát ugye ez abszolút, tehát valószínűleg én sem viselkednék, vagy tudnék jobban működni nem egy kongresszusi nem központban egy ilyen körülmények nem között. Tudnánk. Tudok-e olyan pártot mondani, akinek mondjuk karakteres jelöltje volt, karakteres kampánya volt, és valamennyire követte azt, hogy mi történik a többiekkel. Tehát, hogy mondjuk szerintetek ki nyomott jó kampányt ezen az EP választáson, olyat, ami az EP választáshoz illik, és ki nyomott esetleg olyan és jó kampányt, ami mondjuk akár a főpolgármesteri, vagy akár a helyi, ha ismertek, akár helyi lokálist is. Szerintem nem volt jó kampánya, de ez egy picit hadárnyaljam, például belülről, MKKP. Én kaptam folyamatosan közben, hogy nem jó az MKKP-nak az EP kampánya, de ez belülről ezt úgy képzeljétek el, meg mondom a kedves hallgatóinak, és ilyenekről lehet beszélni, mert miért ne, meg szóval pont ezért jó egy ilyen podcast szerintem. Tehát az MKKP-nak konkrétan 0 forintja volt egy teljes európai parlamenti választási kampányt végigcsinálni. Ez azt jelenti, de hogy tényleg, tehát nem az, hogy tehát nem túlzunk, hanem az van, hogy a párt költségvetésében azon az Excel soron 0 forint van. Tehát az történik meg, amit a kampánycsapat, és Marietta, Törley Kata, Juhász Veronika, meg a körülötte lévő pár ember belerak. Ami lehet pénz is, meg lehet munka is. Egy ilyen környezetben az kérdés, hogy ha Marietta el akar menni 30 helyre, mert mondjuk van 30 Budapesten kívül hely, mert annyi azért még az MKKP-nak is van, akkor a benzin az hogy kerül be az autóba? Tehát innen indulunk, és ez nagyon más, mint amikor mondjuk Ungár Péter csak a fővárosi kampányba belerak 250 millió forintot. Tehát ez nagyon, nagyon más a kettőnek a körülménye. Ehhez képest én azt gondolom, hogy az MKKP lényegében jó kampányt csinált. Igen, nem ütötte át az inger küszöböt, nem szólt minden harmadik napon valami nagy cikk arról, hogy az MKKP már megint mit csinált, vagy Léma Rejette, vagy Törley Kata már megint mit csinált, és milyen izgalmas dolgokat. Tehát ez nem történt meg. A Tisza pártnál én nem nevezném kampánynak azt, hogy van egy újonnan felmerült ember, ugye azóta nem podcastoltunk, hogy a csávó ugye azóta lett pártja meg minden, szóval hogy itt van egy ember, aki körbe ment az országon, tök jó, de ugyanazokat elmondta, amiket mi is a podcastban elmondtunk, meg minden ellenzéki politikus, ti leírtok a cikkeitekben, tehát hogy ugyanazt elmondja egy platóról, tök szuper, hogy végre megmozgat embereket, de ez önmagában nem nevezném kampánynak, hát nem mentek el egy interjút adni az EP listáján szereplő emberek, holott vannak ott izgalmas emberek. Tehát az jó kampánynak még így sem mondanám, átütő, de nem... Disclaimer, ez egyik Szigetmonon sztori. Tényleg? Uh-huh. És itt láttátok Ever? Nem. Tudom, hogy létezik. Akkor egy Brüsszelből jött vissza, talán, de nem vagyok benne biztos. Tehát ez a helyi pletyka szinten megvan, ennyit tudok róla, de szerintem a többiekről se lehet semmit tudni, annyit tudok, hogy meg lettek szavaztatva, vagy kik legyenek, ha minden igaz. Hát igen. Az emberek által valamilyen módon. De én azt tudom, hogy a Magyar Péter volt az első helyen? Ő volt az első helyen de egyébként, igen, és ő azt nyilatkozta, hogy Brüsszelbe nem fog kimenni, az kérdés, hogy a fővárosi közgyűlésbe beül-e vagy sem, mert ott is első helyen volt. Egy. Helyesbítését. Én idefelé most a Telexnek a ma délután készült interjúját hallottam a Magyar Péterrel, aki azt mondta, hogy egyelőre össze kell ülniük, mert elég káderhiányban vannak. Ők van. Úgy érzik, hogy túlnyerték. Tehát hát nem így fogalmazott, hogy túlnyerték magukat, hanem hogy ugye nyilván ugyanazok az emberek szerepelnek mindkét listán is. Ő is szerepel mindkét listán is. Azt mondta, hogy annyit lecsekkoltak, ő mint jogász, meg azért, hogy nem tiltja törvény, ez hogy a fővárosi listán is, meg az Európa Parlamentben is legyen, de hogy ez ahol azt mondta, hogy holnap fognak összeülni, és arról egyáltalán beszélni, vagy dönteni, hogy merre tovább, és ki esetleg hova van több kedve, és ki és hol van nagyobb szükségre. Tehát ennyit. Szóval, és aztán befejezem, mert nem beszéljek így túl sokat, de hogy érted most Dobrev, kampány, vagy karácsonyi kampány, mindenki megtette, amit kell, tehát kire kerültek szórólapok, vagy Dobrev is biztos járt az országot, és láttuk, hogy egy-egy helyen van 30 hallgatósága, tehát hogy ezeket az ilyen kötelező kampány dolgokat csinálták, de hogy én nem nevezném ezt sátütőnek, szóval én igazából azért hallgattam, mert szerintem úgy olyan értelemben, amit így felmerült, hogy na, átütő személyiség, átütő kampány, tökéletes, hogy ilyen nem volt, de nem pont ugyanazok miatt az egyes pártoknál. Hát egy kicsit azért vitatkozok, mert ha folytatjuk azt a gondolatmenetet,
hogy a belpolitikára kereteztük az Európai Uniós választást, akkor viszont én azt gondolom, hogy Magyar Péter országjárása egyrészt formabontó volt. Abszolút, meg sikeres is volt szerintem. Másrészt ugye nagyon sikeres szerintem volt. Igen. És igen. Ez egyfajta kampány. Lehet, hogy nem mint Európa parlamenti kampány, de azért ezt, és elhívja azt, hogy itt ez egy tényleg belpolitikára keretezett választásnak fogta mindenki, akkor szerintem ő igenis, legalábbis energetikus volt, és egy, abszolút. És szerintem mindenképpen azt lehet mondani, hogy szerintem országos szinten ezt a típusú kampányt ő hozta be a legjobban. Akkor hat fontos, mitől lesz valami jó kampány, mondjuk átütő a személyiség, tétet ad a kampánynak, megmozgat embereket, víziót ad, programja van, nem hagy ki egy elemet se, tehát a tévében is van, a rádióban is van, akciózik is, szólnak róla, de ki ad szakácskövet, most mondtad, direkt karikírozom, értitek, tehát hogy minden szegmens... Gyógycsány adott ki szakácskövet, nem? Hát valami x évvel ezelőtt, persze, most arra karikírozom, tehát hogy minden húron játszik, akkor így fogalmazok, tehát komoly is, de táncra perdül a Rogánként a Hajdú műsorába, vagy nem, érted? Tehát, hogy sokféle eszköz csinál. Tehát, hogy igen, szerintem ilyen értelemben nem volt jó kampány egyik se, de hát átütő volt a Tisza, szerintem is. Tehát én ezzel nem vitatkozom. Csak érted, programot semmit nem tudtunk meg. Valószínűleg nincs is. Jó, oké, csak ezért tegyük oda. Tehát én például szeretnék látni valamit, mondjuk egy fővárosinak örülnék, azon túl, hogy a Lánchídon menjenek át megint autók, mert ezt lenyilatkozta pár nappal ezelőtt. Hát aztán, hogy majd mennyire fogja ezt. Azt nem tudjuk. Mi lett végül is a fővárosban? Totális padhelyzet van. 10 Tisza, 10 Fideszes, 3 MKKP, 3 Vitézi, és 6 DK. 6 DK-MSZP párbeszéd, ennyi. Egy mi hazánk, nem? Nem, a fővárosban nincs. Tehát 10, 6, 3, 3, és ahhoz, hogy többség legyen, ahhoz 17 képviselőnek kell, ahhoz van 50%-os többség. Vagy a Karácsony Gergely, mint egy szavazat. Igen, a Karácsony Gergő, tehát igen, 16 plusz a Gergő szavazata. Igen. Uh-huh. És most ugye a Gergő nyert... 300... Nem, 3/10%-kal, vagy még. Ja, nem, 300 valahány szavazat. Igen. Szóval, hogy ott egyre totális padhelyzet van, mert nyilván időnk el valamit tudunk, a Tisza nem fog soha koalíciót kötni a Fidesszel, az a kettő egyébként tudná irányítani a várost, oké. A Tisza nem fog koalíciót kötni a párbeszéd DK-MSZP-vel, de ha megtenni, az is csak 16 fő, tehát kevés. Ha azt mondja a Tisza, hogy a Tisza mindenképpen kell, tehát hogy kutya párt a Tiszával. Plusz a Vitézi, de még az is csak 16, tehát az is kevés. Úgy van többség, hogy ugye van a két nagy, tehát a 10 fős Tisza vagy 10 fős Fidesz, tehát a valamelyik nagy és az összes többi, akkor van többség. Tehát magyarul akkor van többség, hogyha a Tisza az a DK-val is, a kutyapárttal is, meg a Vitézivel is, és ez jelenleg szerint nem tűnik valószínűnek. Itt tennék egy diszklémert, nem annyira értek a fővárosnak a kormányzásához, megmondom őszintén, elképzeléseim vannak, de én azt gondolom, hogy ugye tehát a koalíció az azt jelenti, hogy akkor te adsz főpolgármesterhelyettest, te adsz cégvezetőket, felügyelőbizottsági elnököket, tehát hogy effektíve részt veszel a kormányzásában Budapestnek. Simán el tudom képzelni, hogy ez nem lesz. Tehát nem lesz koalíció, hanem a Karácsony Gergő stábja előkészíti az előterjesztéseket, nyilván egyeztet az egyes frakciókkal, és akkor a frakciók egyébként akár meg is szavazhatják, de nem lesz olyan, hogy koalíciót kötnek, magyarul csak Karácsony Gergőnek lesznek főpolgármester helyettesei, csak neki lesznek cégvezetői, tehát hogy minden így, és ilyen ad-hoc koalíció lesz magyarul, hogy hónapról hónapra az minden egyes ügy mentén. Tehát hogy én ezt tudom elképzelni, mert egyébként totális padhelyzet van. Na jó, de például ezt egy ilyen szinten egy költségvetést elfogadni mondjuk például? Sok munka. Tehát és hogy végül is a Karácsony Gergő lenyilatkozta magáról, hogy a kompromisszumok robotosa, tehát hogy ezt én kinézem belőle. Meg fogja oldani. Szerintem ezt ő meg tudja oldani. Én csak azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az egyébként sem dinamikusan fejlődő Budapest, még kevésbé lesz dinamikusan fejlődő Budapest, és azok a célok, amiket bármelyik frakció kitűzött maga elé, vagy bármelyik párt, azokból vagy kevés fog tudni megvalósulni. Hát meg mik azok a célok, amik mindegyik frakciónak oké? Tehát lehet, hogy kitűzi a Vitézi féle LMP csapat, hogy oké, akkor ők nem tudom, a Hungária körúton is akarnak bringa a sávot, most mondtam valamit. Hát legyenek a hívek, és azt hiszem, ez egy jó akkor dolog.
Akkor normális példa, igen, tehát igen. Mi legyen a hív... Ja, hogy új híveket akarunk. Hát ugye igen, az egy kifejezetten nem akarunk vitézihez. Sokát, kifejezetten egy vitézihez. De nem, de ez Budapest saját pénzből nem tudja megoldani, de ezt csak kormányzati pénzből tudja megoldani. Én egy szenáriót, én ezen ma gondolkodtam egy kicsit, én egy szenáriót el tudok képzelni, hogy, és ezt megint országos politikára levetítve, én azt tudom elképzelni, hogy a Fidesz, miután ennyire leíródott tulajdonképpen az óellenzék, hívjuk így, vagy az óbaloldal, vagy ahogy meg szokták nevezni, viszont a Tisza ennyire súlyos, én simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz, mondjuk a Vitézivel kiegészülve, a Vitézi csapattal kiegészülve, akár tudja támogatni azt a fajta politikát, ami a Tisza párt ellen. Oké, okay, de lehetszük el ezzel. 10 Fidesz plusz 3 Vitézi, ez még kevés? Ez még kevés, de ugye... Na, barántják a párbeszéd zöldek DKNSZP. El tudtok kérdezni nagy koalíciót? Simán. Nem, nekem nem, bocsánat. Nem, összefogják. Nem koalíciót, bocsánat, igen, tehát hogy... Igen, tehát el tudok képzelni olyat, ami... Tehát nyíl, azért, hogy nyírják a Tiszát a közgyűlésben. Egyrészt azért, hogy nyírják a Tiszát, másrészt azt gondolom, hogy a Fideszben is el fognak kezdeni azon gondolkodni, hogy ez a fajta Budapest ellenesség, ez a fajta mindig csak azért is ellene vagyunk, ez termelte ki a Tiszát. Mert hogy valahol ezt termelte ki a Tiszát, én azt gondolom. Nyilván hozzájárul az, hogy a baloldal az egy használhatatlan szintre züllött az utóbbi pár évben, de simán el tudom képzelni azt, hogy egy kicsit finomítja a Fidesz a Budapest politikáját. Ugye a vidéken továbbra is jó, a vidéket fogja mondani, azért, hogy esetleg a saját szavazóit majd az országgyűlési választáson be tudja húzni nagyobb arányba, azért, hogy tudjon eredményt mutatni, vagy tudjon valamit mutatni, hogy azért Budapestért ő is aggódik. És az a közös többszörös, hogy igazából a, nevezzük akkor óbaloldalnak, neki se jó a Tisza, és a Fidesznek sokkal jobb lenne egy gyenge, de kollaboráns óbaloldal, mint egy potens, harcos, ellenzéki Tisza, és ezért fog az óbaloldallal. Ó, azért, csak hogy tisztán beszéljük, ezért kérdezem. Tartalmi legesztetőgépen a DK-t meg a... Ehhez képest kurvára a Karácsony Gergőt támadták végig, mondjuk a fővárosba. Oké, de hogyha ők ennyire okosak, és ezt azért hozom ide, mert szerintem sem mindig ennyire okos a Fidesz. Tehát hogy az mítosz, hogy ők mindig a legokosabbak, mert hogy nekik hiba volt ennyire darálni például a Karácsony Gergőt, nekik arra kellett volna menniük, hogy a Tiszát kell. Igen, de szerintem azt ők elmérték. Elmérték. Én is ezt gondolom. És akkor beszéljünk az országos eredményről, meg a Tiszáról. Tehát, hogy mit gondoltok erről a áttörésről? Két vonal fut bennem. Enyhe képzavar. Enyhe képzavar, igen. Egyrészt valahol a szívem mélyén kicsit örülök neki. Egyrészt azért örülök neki, mert megtörtént az, amire tulajdonképpen a újkori demokráciában nem nagyon láttunk, de legalábbis 2006-7 óta nem nagyon láttunk. Általában a világban nem történt még ilyen. Tehát, hogy másfél hónap alatt, két hónap alatt egy új párt 30%-ot érje el. Én egy kicsit hazai... Szeretjük a narcisztikus férfiak. Igen. Ennyi. De én egy kicsit hazai viszonylatban nem, hanem én azért örülök egy kicsit ennek, mert megváltoztatta az apátiát. Azt a fajta politikai apátiát, ami ebben az országban volt, hogy a Fideszt le lehet győzni, hogy a Fidesszel nem lehet semmit kezdeni, hogy a úgyis mindig mindent megoldanak. És csak a koleszterinbe bízhatunk másban. Igen, nem? Tehát hogy ezeket a fajta gondolatokat tulajdonképpen elfelejthetjük, mert van egy bizonyíték, hogy igenis meg lehet találni ma az emberek felé az utat. Hogy most abban nyilván bele lehet menni, hogy ez az óbaloldal, vagy az eddigi ellenzéki pártok töketlensége, a Fidesznek az egyre kapzsibb és egyre mohóbb korrupciós gazdasági, nyilván van egy gazdasági válság. Én szerintem a kicsit a Fidesz, bár én nekem mindig egy kicsit bugyuták a Fidesz reklámok, de szerintem ez most egy kicsit más volt ez a Fidesz kampány. Szerintem túlemelték a tétet ezzel a Orbán vagy élet, vagy Orbán vagy halál című bemondással, amit a békemeneten nagyjából kicsúcsosodott, hogyha nem rám szavazol, akkor holnap elviszik a gyerekedet ugye meghalni Ukrajnába. Tehát ez összeadódva nyilván segített ahhoz, hogy ez az eredmény jöjjön ki. Tehát ebből a szempontból én örülök neki. Tehát örülök, hogy egy kicsit ez a
megmozdult az ország. És elhiszik emberek, hogy lehet azon változtatni, ami most van, anélkül, hogy valaki sajnálatosan merényletet követne, vagy valaki, vagy egészségileg baja lesz az Orbánnak, vagy amit nem kívánunk. Vagy egyáltalán egy kicsit úgymond véresebb, vagy hát egy forradalom, vagy elégedetlenség söpörje el. Egy rendetlenség, hívjuk úgy, söpörje el. Ez az egyik. A másik, ami miatt viszont egy kicsit csalódott vagyok, de hát ennek is nagyjából ugyanezek az okai, hogy egy kicsit szerintem ilyen messiásként tekintenek erre az emberre, és nem észérvek, és nem, hogy fogalmazzak, tehát nem észérvek, és nem elvek alapján, és ideológiák alapján jutott el a Magyar Péter oda, ahol most tart, hanem ez a kicsit, ami benne volt, hogy mindegy, hogy mi, csak már ne Orbán, és akkor ő egy jó időben, egy jó pillanatban, egy karizmatikusan, narcisztikusan, teljesen mindegy, fogalmazhatunk így is, úgy is, elkapta ezt a pillanatot, és valahogy ez a jó időben, jó helyen. De még nem mondtad, hogy mi a negatív? Hát ez, hogy egy kicsit messiás várás folyik, tehát hogy nem elvek, nem ideológiák mentén történt ez minden, hanem sok benne a valami ellen levő protestálás, és nem a valamiért való protestálás. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen lipsi álmodozás, amit most én liberális vagyok. Én egyetértek ezzel a dologgal. Én azt gondolom, hogy azért futott nagyot a Magyar Péter, mert ő volt az a faszi, aki fogta magát, és torka szakadtából elkezdett orbánozni, meg lopnakozni. Hát a Gyurcsány is orbánozott, meg tíz éve. De valahogy rosszul csinálta, vagy nem tudom, túl sok körmondatot font köré, vagy a franc se tudja. Ez a csávó lement zsigeri, ugyanazt a nagyon kőegyszerű üzenetet nyomta, hogy én vagy halál. Tehát hogy az Orbán is nyomta, csak ugye Orbán a másik oldalon. Nincs program, nem is kellett neki program, semmi szüksége nem volt neki programra. Annyit kell püfölnie az emberek agyába, hogy ő az alternatíva, az egyetlen létező alternatíva, és ezt olyan hangosan sikerült megtennie, hogy elhitték neki. Vagy az egy másik történet, sehogy szerintem sokat lehetne beszélni, hogy egy olyan társadalom, aki egy olyan oktatási rendszerben nevelkedett fel, aki egy olyan médiakörnyezetben éri a mindennapjait, ami nálunk van, az vajon a nagy többség mennyire szólítható meg egy bonyolultabb üzenettel, mint ami egy valóságshow főszereplőjét felvárható el? Nekem ebbe az egészben az a félelmetes, hogy ez az ember olyan, mint Orbán Viktor 30 évvel ezelőtt, és lesz egy új Orbán Viktorunk, hogyha megnyeri a választást, ne adj Isten. Az Orbán Viktor 30 évvel ezelőtt egy biliárd politikus volt. Jó, akkor... Ez a Williams populista. Akkor Orbán Viktor most fiatalon és jobbképűen, nem tudom. Okay. Tehát, hogy ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, ugyanúgy kommunikál, az szól mellette, hogy kibeszélt a rendszerből, tehát egy politikus feleség volt kávé, idézőjelben nyilván a feleség, aki itt kapott egy állást, hogy befogja a száját, hirtelen 12 vagy 13 év után öntudatra ébredt, hogy most már minden rossz, kiállt és alapított egy pártot, ami egyébként fantasztikus teljesítmény, mert tényleg hónapok alatt hozott egy olyan eredményt, amitől a DK vagy bárki más odáig lenne, és gyakorlatilag eltüntette a baloldal nagy részét a föld színéről. És én is azt látom, hogy a hívei azok pont olyan vallásos állítattal imádják, mint Orbán Viktor. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy nekünk, magyaroknak ez kő. Ezt kapjuk. Annyira egyetértek veled, hogy én nagyon utálom a hazai politikában, hogy egyfolytában Orbánról kell beszélni, mert ugye ő a hatalom abszolút birtokosa, és közben egy végtelen unalmas faszi. Tehát, hogy én nem tudok ennél rosszabb témát elképzelni, mint az orbáni politika. És akkor, amikor valami változás történik, akkor mit kapok helyette? Egy ugyanolyan végtelen unalmas passzast, aki ugyanazt mondja mindegy. Ugyanazt mondja gyakorlatilag, csak más hangsúlyjal, meg nem tudom, picit másokra teszi a veszőket. És swing fittingeket ad még. Ez olyan, mintha nekem végtelen azt kéne hallgatnom, hogy mi van éppen az aktuális futballállás, hogy az FTC megverte a, nem tudom, a Dózsát, vagy nem tudom, hogy milyen között. Ez engem végtelenül nem érdekel, és cseberbe-vederbe kerültünk. Én tökre szeretném, hogyha végre valaki más tematizálna a közbeszédet, de ők azok, akik átütik a közöny falát. Én végtelenül veszélyesen tartom a Magyar Pétert. Tehát, hogy én végignéztem az ATV-ben
péntek este volt, vagy, igen, nem, szombat este, amikor nagy tüntetése volt, választások előtt, és akkor bement az ATV-be, és a Szőlősi Györgyivel beszélt egy negyed órán keresztül, az előző este. Én végignéztem, és nem hittem el, hogy figyelj, szerintem, be fogjuk linkelni, szerintem ez a csávó, ez tényleg ketté akarta volna harapni a torkát a vele szemben ülő újságírónőnek, bármit is gondoljon az ATV. Tehát én szerintem az ATV az nem egy virtigli, független szereplő, oké, de hát a minimális tiszteletet megadom, meg nem fogok, nem agresszíven fogok neki minden egyes szavába belevágni, szóval hogy szerintem borzalmas volt, szerintem ott kijött az összes olyan személyiség egye, ami szerintem red flag, tehát hogy bárki, csak ez a csávó nem is. Képzeljétek, hogy közben azt elkezdtem végig gondolni, hogy de jobb-e az, hogyha egy ilyenre váltjuk Orbánt, és ugye tehát egyszerűen nem tudok a delge jutni, hogy azt mondjam, hogy nem jobb. Egyszerűen nem tudom, tehát én egyszerűen ilyen vagyok, azt gondolom, hogy bármi jobb, ami az Orbánnál, Orbán után, vagy Orbán helyett, vagy szóval bármi. És képzeljétek, hogy találkoztam egy aktivistával, akit azt hiszem passzivistának kell hívni, inside joke, aki azt mondta, hogy figyelj Áron, szerinte is borzalmas, de hidd el, hogy ő is el fog tűnni, viszont sokkal hamarabb el fog tűnni, és kurva nagy káosz lesz utána, mert hogy a Fidesz majd visszajön, de nem tud úgy visszajönni, és akkor már az Orbán öreg lesz, minden. Tehát tök nagy káosz lesz, de még a káosz is sokkal jobb, mint ami most van, ez már 14. évben, 15. évben, tehát hogy bármi csak mozduljon ki a rendszer. És ebben viszont, tehát erre már hajlamos vagyok ezt így elfogadni, hogy tök mindegy, csak bomoljon ki a rendszer, és valami nagyon más, még hogyha nagyon rossz lesz, tehát hogy tényleg egy másik fasz narcisztikus látunk, tök hülye minisztereket fog hozni, mert fingjunk nincs, hogy kicsoda, hülyeségeket fognak csinálni a fővárosba, gyalulják le magukat, mert minden, de hogy legyen káosz, mert a káosz is jobb, mint amit most látunk, viszont abból lehet, hogy hosszatávon ki tud valami nőni, valami normálisabb, mert egyébként tényleg 98 óta, tehát az első Orbán kormány, aztán a Gyurcsány, aztán a 14, tehát tényleg 98 óta ilyen egoista, narcisztikus, agresszív politikusok fogjában van Magyarország, és azt tartom, hogy előtte is ez volt, gondolom Kádár, meg Horthy, szóval, hogy nagyon régóta ezt toljuk el szerintem, az egyszer 9 hónapnyi vagy 10 hónapnyi Gordon, Bajnai Gordon kivéve kb. Tényleg 98 óta. És a Mettyesi. Jó, értem, oké, okay. Jó. Hogy én azt képzelem, hogy megroppantotta a rendszert. Az, ahogy a városokban látszódik, hogy hogyan szavaztak az emberek, hogy mik az eredmények, hogy a Fidesz a legdurvább kampányát csinálta tényleg milliárdokból, és lehet, hogy nominálisan, tehát darabszámra többen szavaztak, de azért, mert az önkormányzatival összevonták, egyébként nem lett jobb az eredmény, bármit csinálnak, a komplet médiagépezet, érted, 1 millió találkozások szombaton, hogy még az Orbán Viktor is kopogtat meg mindenki, és nem lett jobb az eredmény, nem bírták visszaszerezni egy csomó város, és érted, első körben Kovács Gergő a polgármester, tehát hogy egyszerűen, vagy mi 12-ben, tehát hogy így a rendszer az valahol nagyon súlyosan szerintem megrepett. És abban benne van a pakliba, hogy a Tisza ebből 2026-ba ő itt tud változást hozni. Tehát, hogy azt én is azt gondolom. És borzalmas lesz miniszterelnökként a csávó. Azt nem tudom. Biztos vagyok benne. Ezt én nem tudom. Persze, tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy akármit is kommunikál a Fidesz nem hozta azt, amit ő szeretett volna magának. Nem hozta. Nyilván ez, tehát egyrészt nagy rettenet sokan boldogok lennének az Európai Unióban pártok, hogyha mondjuk ilyen százalékokkal tudnának maga mögött, tehát azért egy 45 vagy 46%-os szavazati arányjal nyerni egy választást, az szerintem nagyon ritka Európában. Tehát, hogy ez de semmiképpen nem hozta azt, amit ő ettől szeretett volna kapni Orbán Viktor. És ez nem is az, hogy 11 vagy 12 vagy 13. Az mindegy, képesen. De a városokat se hódította vissza, tehát, a kerületeket se. Ez nem a bukott. Tehát, hogy ez nem a két plusz-minusz képviselőt jelenti, igen, az Európai Unióban, hiába kommentálják el. Ez azt jelenti, hogy megjelent, tehát az a fajta, amiről az a fajta rendszer, ami eddig működött, az megborult. Sőt, olyannyira, hogy a rendszer részeként működő ellenzék is megborult. Igen. És szerintem az, hogy esély van eltakarítani Gyurcsányt for good, tehát hogy örökre, annak szerintem szintén örülhetünk, mert a Gyurcsány az egyik záloga annak, hogy 14 év alatt nem lehetett az Orbánitól megszabadulni. Igen. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire látjátok reálisnak, hogy a Gyurcsány eltűnik? Most látom a igazán realitását. Én emlékszem arra, 18-ban volt, hogy épp hogy átlendült
a DK az 5%-on, amikor egyedül indultak, pedig mindenki már akkor azt gondolta, hogy bivaj erősek, és tényleg 5,43, vagy nem tudott valami ilyesmi százalékkal, és most is látszódik az, hogy nem azért volt már 20-valány százalékon a DK, mert tényleg mindenki Gyurcsány fan lett, és elfelejtették, hogy mennyire rosszul kormányzott, és tehát nem ezért. Azért, mert az erőhöz gravitáltak a szavazók, és ott legalább valamit láttak, pártszerű működést láttak, hogy hogyan, hogy tényleg igazából ezt megtagadjuk el, a legutolsó faluban is ott vannak a DK-sok, helyesbitek voltak. És az utolsó egy-két hónapban tényleg tömegesen léptek át a Tiszába, mert nem a Gyurcsány miatt voltak ott, hanem azért voltak ott, mert hogy ellenzék, meg hogy nincs meg a közösség, meg nincs alternatíva. Tehát hogy a DK Max szavazói azok szerintem simán 5% alatt vannak. És hogyha tartja magát a Magyar Péter, mert ez egyre van mellső. Tehát ha a Magyar Péter tartja magát ahhoz, hogy nem fog megegyezni, mert majd jön, mert majd el fog indulni a 13. kerületből, meg az első kerületből, meg az 5. az okos értelmiségiek, hogy össze kell fogni, csak úgy lehet legyőzni az tehát ez el fog indulni a mantra, a kutyapárt, ha külön indul, akkor ráadásul kerékkötél, tehát ezek, ezt már láttuk számtalan, ez el fog indulni. Ha tartja magát a Magyar Péter... Négy választás óta ez van. Világos, de ha tartja magát Magyar Péter, hogy ő nem, tehát a Gyurcsánnyal nem, akkor kénytelenek lesznek elindulni. Lehet, hogy a maradék MSZP-be egy kicsi párbeszéd, egy kicsi, és nem lesz meg nekik az 5%, tehát ez simán benne van a pakliba, mert ott is az erő miatt még nagyon erős baloldaliak, és inkább a Tiszára, hogy roppanjon meg a rendszer, hogy le lehessen váltani. És én ezt gondolom, egy kicsit akkor most megint, akkor hadd legyen ez a podcast egy kicsit ilyen kutyapártos podcast. Hát ezt most már nem nagyon tudjuk lemosni magunkra, ez kezd nagyon ciki lenni. Én azt gondolom, 2020, tehát a következő választásra, az országgyűlési választásra szerintem a kutyapártnak elég jó esélye lesz az eddigi legjobb eredményet elérni, amit országgyűlési választáson el tud érni, hiszen igen, egy mag konvergálódik a Tiszához, azok, akik leváltak a DK-ról, leváltak. A protest szavazók, azok nyilván konvergálódnak a Tiszához, viszont egy csomó emberek nem szimpatikus a Tisza, illetve hát marad egy nagy mag, aki azért baloldali gondolkodású, aki egy kicsit közösségszeretőbb, aki egy kicsit jobban érzi a kutyapártot, és a felsoroltakon kívül, ugye a Momentum, ha túlél... Ugye a Momentumnak is van, mennyi lehet? 3-4% igen, körül lehet kb. Valahol. Igen. Ők egyedül elindulhatnak ugyanez, mint az LMP-vel, akkor ők se fognak bejutni. Igen. Vagy esetleg túl akarnak élni, akkor lehet, hogy ők is a Gyurcsánnyal majd izél, de akkor a szavazói fogják azt mondani, hogy ja, bocs. Tehát az egy Gyurcsány, ami még egyszer nem, tehát akkor inkább keresek valami más alternatívát, például a kutyapártot, vagy például a, nem tudom, két RK-t, tehát a második reformot, mindegy, tehát hogy valami alternatívát keres, igen. Tehát... És akkor itt akkor megint ki tud jönni az, hogyha a kutyapárt tartja magát ahhoz, ami ez eddig tartotta magát, hogy tulajdonképpen ő megpróbál magában a saját elveihez hűen politizálni, akkor ennek talán ismét lesz egy apró lépés erről lefelé, amit a céljai felé. De ez csak egy ilyen, nyilván ezt kedves hallgatók is értsék úgy, hogy ez egy kicsit a saját szívem vágya is, majd biztos kapjuk a leveleket, hogy ezt miért gondoljuk így, de... Bár kapnánk a leveleket, úgyhogy nyugodtan írjatok, hogyha hülyeségeket mondunk szerintetek, vagy nem értetek velünk egyet. Egyébként én beszéltem több olyan emberrel, aki korábban a kutyákra szavazott, és most viszont azt mondta, hogy a Tiszát látja alternatívának, ami engem nagyon meglepett, hisz azt gondoltam, hogy a két tábor között nincs ekkora átfedés, vagy a két halmaz között, de ezek szerint mégis. Ők a protest szavazók. Én is azt gondolom. Ne Orbán, igen. Igen, a kutyapárt ugye nagyon ez sokat gyógyság vesztett a Tisza megjelenése miatt. Erről már kb. Egy órával ezelőtt beszéltünk, hogy kb. Miért gondoljuk, hogy az EP eredmény az mennyiben a Tisza megjelenése miatt ilyen alacsony, mert azért a Tisza előtt az MKKP volt ilyen 8-10-12 ilyesmire mérték, és nagy zárója, nem egy mérés ott a lényeg, hanem a sok mérésből nagyjából lehet látni egy ilyen közép mediánt, és annak mi az iránya, hogy éppen fölfelé vagy lefelé, és akkor nagyjából azért be lehet lőni egy sávot, hogy na kb. Akkor ott áll az MKKP, ez a sáv volt ilyen 8-10-12%. Ez ment le ugye most, mennyi 3,60 valamennyi lett a vége. 3,7. De ezek a Tiszával megspékelt választáson még mindig hajlandó volt ez a 160 ezer ember tudatosan a kutyapártra szavazni, miközben én ma találkoztam olyannal, akit a kutyapárt delegált szavazatszámláló bizottsági tagnak, és ő is, meg a gyereke is leszavazott a Tiszára, értitek? Tehát a kutyapárt delegált őket SZSZB tagnak,
azért szavazott le a Tiszára, mert ő tőle borsodzik a háta, ettől a csávótól, szerinte ez fullgáz ez az ember, de meg akarja roppantani a Fidesz rendszert, és boldogan fog visszajönni szavazni az MKKP-re, tehát ő ezt mondta, csak el kell takarítani innen az izét. Tehát az a 160 ezer ember, aki mindennek dacára a kutyapárta szavazott, az a mag. Tehát ez ennél lejjebb most nem fog menni, ha valamit nem kúr el, vagy elnézést, nem ront el a kutyapárt a jövőbe. És ez nem kevés. Tisztán látszik a budapesti fővárosi listákon, hogy a Momentum a kanyarban nincs mondjuk a kutyapárthoz képest, ami azért nem így volt pár évvel ezelőtt sem még. Az jutott eszembe, hogy nektek mi volt esetleg a legérdekesebb, legmegdöbbentőbb, legnagyobb fordulat, amit most láttatok a választáson? Hát egyértelműen a Szondi karámondása volt olyan, hogy a fordulat szerintem. Tényleg? Igen, nem. Nekem ez eszembe se jutott. Én is elfelejtettem, de ez az én hibám. Szerintem az volt a legdöbbenetesebb. Nem is azt, hogy ő lemond, hogy visszalépett, hanem azt, hogy az mekkorát tekert az eredményen. És hogy milyen sokféle erő indult el, ugye, mert hogy egyszerre Orbánozta össze a Vitézit. Te este végül a Vitézitre szavaztál? Nem, én végül behúztam a karácsonyt. Behúztad a karácsonyt? Fogom az orromat be, ami mondom nektek őszintén. Nekem a Csepel. Tényleg? Ott Fidesz, vagy mi? Kiugrott Fideszes, a Fideszesen van, mi az Isten volt ott? Igen, ott ugye a Csepel Németh Szilárd, mindenki pacal szűzője, mindenki pacal recept tudója. Neki kéne szakácskönyvet kiadni most már, én igen, igen, tehát neki kéne tényleg szakácskönyvet kiadnia. Hát ő ugye ott teljesen lezülesztette a helyi Fideszt, ott mindenki mindenkivel veszekedett, és az egyik legerősebb helyi Fideszes az egyszerűen kilépett, és elindult függetlenként a Németh Szilárd által protezsált Fideszes jelölte szembe, aki a Németh Szilárd félre Fideszes jelölt egy kemény 10%-ot tudott összeszedni, vagy 11-2%-ot. Azt a, nem figyeltem, nem néztem. Függetlenként indult volt Fideszes, pedig magasan, torony magasan megnyerte a Csepeli körzetet. Pártközpontban a Szilárdot nem fogják megdicsérni. Azt hiszi, most költözik a 12-be. Igen. Az lehet. Tehát, hogy őt biztos nem fogják ezért megdicsérni, hiszen egy teljesen év választások óta Fideszes kerületet eljutatott odáig, hogy a Fidesz 10%-kal behúzta a Csepelt. Vörös Csepel, ugye, nekem még vannak ilyen emlékeim, bár én vagyok a legidősebb köztetek. Igen, tehát, hogy... És ugye neked volt ilyen? Igen, nekem a legkedvencebb, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, az Győr. Győr, Dézsi? És a Pintér Bencéjét. A Dézsi bukott, igen, és hogy egy újságíró győzött, akit nem is vártak befutó helyre, még a Borkai is fellépett a porondra. 26%-ot kapott. Elképesztő. Borkai is felállt a porondra. Felállt, igen. Nagyon szép, köszönjük. A végén egy újságíró vitt mindent, és hogy a Dézsi ezt veszteni se tud, mert hogy már belállt az új polgármesterbe, tehát hogy egyszerűen képtelen volt úgy távozni, hogy azt mondja, hogy gratulálok. A másik, ami csak ilyen vicces, hogy volt egy település, nem tudom melyik, ahol apja fia indult egymás ellen polgármester jelöltként, és apuka győzött, és nem tudta a gyerek elhódítani tőle a pozíciót. Hát ilyen leányfalon is volt, hogy apa és fia is elindult a választás. Igen, de ők egyik kis listáson, igen, ott nem, nehéz mondani, hogy egymás ellen, mert ott kis listás választás van. Hallgatóinak mondjuk a kis listás az azt jelenti, hogy nincsenek egyéni körzetek, hanem hogyha van egy falu, 10 000 fő alatt van ez, ha van egy falu, és 45-en akarnak elindulni, van ilyen, akkor 45 nevet tartalmazó ilyen hosszú life-nit kapnak az emberek, és be kell rajta x-elni mondjuk 6 darabot, igen, maximum, vagy 5-5 vagy 4-et, hogyha te csak kevesebbet akarsz. Annyit, amennyi ahány hely van a településen, ezt hívják kis listának, tehát neked a 7-et x-ez be is csak 6 fős, akkor szóval érvénytelen nyilvánvalóan. Igen, ez volt, persze. Ez 6 jelölt volt. És hány fős a testület? 6-ra. Plusz igen. A polgármester. Irányfalon persze elindult a Dorján. Ő nyert lőtt a polgármester, aki az előző polgármester. Igen, és a fia is. Nem, hanem a Kövesdi Miki is elindult. Ja, meg az ő fia. És az ő fia. Oké, de ha már ezt így behoztad, akkor jegyezzük meg, az ő fia az Alternatíva Párt logójával indult el Lányfalun, ami értitek, tehát hogy egy kis faluban mindenki független szokott lenni, még független attól, hogy mindenki tudja róla, hogy ja, ő a fideszes, vagy ja, ő a szoci. A csávó bevállalta, hogy Alternatíva Párt, magyar politika izgalmas réteg dolgaiban nem annyira büfé hallgatóinak elmondom, hogy az Alternatíva Párt az egy szociáldemokrata párt, létezik,
már elég sok éve léteznek, én a YouTube csatornájukra fel vagyok iratkozva, mert néha csinálnak vicces YouTube videókat, két helyen indultak el, én azt hittem, hogy csak egy, de ezek szerint két helyen indultak el, mert a másik, az első kerületben indult el a pártelnökük, a Dóci Tamás talán, vagy valami Dóci izé. A Kutyapártnak aláírt egyébként az ajánlóívét a Moszkva téren, ott pont láttam. Hát ez nagyon érdekes. Győrből nekem az jutott eszembe egyébként, hogy nem csak hogy újságíró, hanem ha már itt egy drogos lett a 12. kerületben polgármesterjelölt, akkor mondjuk el, hogy a Pintér Bence évekig csinálta a Spekulatív Zóna nevű blogot, ugyanis a Pintér Bence a hazai science fiction és fantasy irodalomban ilyen... Magasan jegyzett? Igen, de nem mint szerző, én azt hiszem, hanem mint kritikus meg, hogy abban a szcénában így benne van, és ő ismeri az írókat, és ír róluk rengeteget, vagy írt róluk rengeteget, tehát egy olyan csávó lett ott a polgármester. Lehet, hogy cosplayen már, lehet, hogy volt én, igen. Én egyébként azért szeretem, mert végre ilyen emberek is politikusok, nem csak ezek a vasalt öltönyös ízé, tehát hogy végre normális emberek is vannak, és egyébként ugye emlékszem, hogy a Dézsáról is ez volt, hogy ő milyen jó fej, mert metal szereti, papagájával a Scorpions zenekar koncertjére megy, meg Rammstein szereti, meg hát a Lovasival, a gyerekkori jó barátok, és hát ez egy jó ember, ez a Dézsi, de hát látjuk, veszíteni se tud. Hát rögtön azt mondta, hogy hú, nem is tudom idézni, meg nem is akarom feltétlenül. Aki szavaz a Pintér Bence, az nyilván azok szaremberek, ez volt még a választás előtt, de most a választás után alkalmatlan, és egy alkalmatlan embernek mit... Jó, hát az alkalmatlant ismerjük. De akkor a Lovasi is tévedhetek szerintem. Hát szerintem a Lovasi is tévedhetett, meg szerintem a lojális valószínűleg a 50 éves barátságokra, hát most ő is öregszik, mert Lovasiért ezt így fogadjuk el. Én nekem ilyen meglepetések nincsenek, de akkor szóval csináltok egy olyan gyors rovatot, hogy én miket néztem meg, és aminek örülök, vagy érdekes ja, bocsánat, városok. Még egy volt, ami nagyon megdöbbentő, hogy az akugyáros városokban. Igen, Debrecenben is Lazán. Mindenhol a Fidesz. Igen, között. Gödön is. Wow. Tehát, igen. Hogy az egész elképesztő. Azt gondolnám, hogy az embereket jobban izgatja az egészségük, de... Na és akkor itt kötök arra, hogy hozok pár ilyen várost, ami szerintem izgalmas. Fóton viszont nem. A Fóton a Merkart nyert. Merkart Krisztián, te ismered, szerintem Zoli nézek rád, mert te indultál abban a körzetben még 2022-ben, igen. A Merkart Krisztián egy ilyen 30-35-ös, tehát egy fiatal srác. Fóton megint ugyanaz történt, mint az elmúlt 20 évben mindig, hogy egyszer képtelenek nagyjából kiegyezni egymással a felek, és emiatt mindig Fidesz nyer, de hogy az utóbbi időben a Fidesz már ilyen 28%-okkal vitte a város, mert mit tudom, négyen indultak egymás ellen, és mindenki kapott 15-öt. És most is ugyanez volt, hogy nem volt összefogás, a Merkarték a saját egyesületük elindultak, és vele szemben elindult a óbaloldal, nevezzük így, az ottani jelöltekkel csapata, és elindult szerintem az LMP is külön, a Varga Nóráék, és ennek ellenére el tudta nyerni a Merkart, úgyhogy ott végre 20x év után nem fideszes lesz, és az egy kivétel a akugyárosoknál. Szószkút ugyanez, ahol a helyi méhész civil nyerte meg a választást, szintén egy nagyon régóta regnáló polgármestert legyőzve, illetve nálunk Pócs-Megyersurányban, ahol szerintem az ilyen még nem volt, vagy nem tudom, tehát nem 20 éve volt ugyanez a polgármester, és egy... Hogy kell ezt PC mondani? Félvér? Én képzeld, hogy ezt mondtam a feleségemnek, de nem tudom, hogy ezt lehet-e mondani. Én is félve merem mondani. Félve. Bocs Kriszta, az édesapja kenyei, ha ez nem titok, tehát, hogy egy kenyei édesapától és egy magyar édesanyától származó ráadásul kékhajú nő. Fú, ez nagyon, ha még leszbikus is lenne. És a kampány során, ugye én elég sokat jártam az utcákat, és... Azt kell tudni, hogy Pócs-Megyer az egy ófalú, ahol nagyon, tehát hogy ott idősebb emberek élnek, Surány pedig számos beköltöző van, fiatalabbak, értelmiségiek, stb. Tehát az ófalú az tényleg falu, és a Surány az azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen külterülete, de üdülő. Igen, jó, igen, azért. Létrehozott, tehát ezt direkt erre a célra csinálták, hogy a budapestiek viszonylag közel Budapesthez tudjanak. Még a Kádár egyszerűen. Járni, hát, igen. Hajós Alfrédig nyúlik vissza. Nyert, és a testület a többsége? Nyert, és a testületbe is azok, tehát többségbe lettek egyébként a surányiak, akik eddig elhanyagolták. Tehát lenyomták az ófalú
lenyomta a betelepülők, a beköltöző migránsok. A gyűjtmentek. A gyűjtmentek, miközben a térség képviselője és egyben most éppen szóvivő? Nem szóvivő. De szóvivő. Kormány szóvivő. És szerintem... És miniszterhelyettes is. Igen, aznap reggel még fotózkodott a másik jelöltel, illetve pénteken a választás előtt két nappal gyakorlatilag be lett ígérve egy bölcsöde a településnek. Hát itt az idő, hogy akkor... Amiről elfelejtettek egyébként szólni a képviselőtestületnek, tehát ők is nagy megdöbbenéssel vettek tudomást arról, hogy esetleg lesz egy bölcsöde. Akkor majd a Krisztina, vagy mi a Krisztina, hogy kell mondani a nevét? Jaj... Tényleg Vajas Krisztának mondjátok? Vajas, tehát Vajas? Hogy? Vajas? Mindjárt fölhívom. Na jó, mindegy, akkor, tehát Krisztina akkor be fog javasolni, és ő fog átadni a... Ha lenne pénz rá természetesen, de nincs. Ja, hogy pénzt nem küldtek, csak ígéretet? Ígéretet. Ne, ezt csinálja a Fidesz. Soha. Nem, és képzeld el, hogy a két éve beígért útra készült még el, pedig azt mondták, hogy az elkészült. Én úgy tudtam, hogy ezek tudnak kormányozni, és addig jó, amíg... És nem tudom, azt jelenti, hogy egy mentálmással fog megépülni. És a 11-es elújtással? Tahitót faluba lesz mentőállomás? Mert ugye annak is... Tényleg az is beígérték, meg már nyári időszakra most megint lesz Tahitót faluban sürgősségi, de csak nyári hónapokban. Igen, amit egy helyi civil csapat brusztolt ki. Két. MZP egyébként nagyon szépen behúzta a vásárhelyet. MZP az... MZP megbolondult. De teljesen megbolondult. Ugye, hogy teljesen megbolondult a csávó? Igen, tehát a... Igen. Amikor beordítja a vitaközben, hogy csád, ezt így ordítja befelé, és delirál arról, hogy zsidó neveket adott Orbán Viktor a gyerekeinek, és vitéziről meg autolja. Autolás az azt jelenti, hogy coming out-ra próbálja kényszeríteni, szóval ez teljesen... Ami pártállástól függetlenül egy nagyon mocsok dolog. Ez nagyon mocsok, ez nem létezik. De ennek ellenére megnyerte. Megnyerte. Hogy mezővásárhelyet megnyerte? Tehát 1%-at szerepet az EP-n a pártja, az MMM-en. Állandó program. Állandó rovatunk van. Állandó rovatunk, nem programunk, igen. Van ez a mondás, hogy lehet, hogy a harmadik világháborút atomfegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket akkor majd botokkal és kövekkel. Ugye ezt Albert Einstein mondta, és lelőve a poént valószínűleg nem mondta, de mondhatta is volna, mert hogy ez a 40-es években gyakorlatilag közhelyen forgott, és az összes atomtudós folyamatosan ezt így mondogatta. Tehát, hogy nem lehet tudni, már nem lehet rekonstruálni, hogy vajon Einstein volt-e az, aki ezt először elmondta, melyik újsághoz tele, szóval ezt nem tudják, de valószínűleg Einstein is mondta. Találtak olyat, ahol mondjuk rádióban ő ezt bemondta, de egyáltalán biztos, hogy ezt ő találta ki. Tehát, hogy Einsteinnek azért voltak ilyen jó kis bombójai. Na, én egy másik Einstein mondást hoztam. Igen, épp akartam magódni, tehát, hogy ezt mint egyszer kitárgyaltuk volna. Igen, és nem ez jön. Nem ez jön, de azért vezettem föl ezzel, hogy mert nem biztos, hogy tehát ez is lehet, hogy tulajdonképpen tényleg mondta Einstein. Ezt akarnám nektek idehozni. Na nyomjuk. Nyomd az Einstein. Szóval az van, hogy ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb 4 évvel éli túl. És ez rendszeresen körmegy. Én havonta futok bele ilyen Facebook posztokba, ahol természetvédők, klímáért aggódók arról írnak, hogy nem kéne bántani méheket, rossz a Monsanto. Na, szóval, hogy ezt Einsteinnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy ezt mondta Einstein, vagy nem mondta? Nem. Nem. Mit foglalkozott volna Einstein, aki egy fizikus volt a méhekkel, ami a biológia? Ennyire egyszerűen? Tehát, hogy ez... Én ilyen egyszerű logikát követek. Életve nekem. Ugye úgy mondta, hogy Lop Tamástól ezt is, mint az előző botos poént. Esti sörözésnél bevonta a haveroknak. Szerintem azért sem mondhattam, hogy ez egy sokkal újabb keletű dolog. Tehát az 50-es, 40-es, 50-es években nem nagyon hiszem, hogy ő még a 60-asban is őrült. Még legőrültet ültetett volna. Igen. Senki sem alkotottam. Igen, ezért hoztam be, ahogy Karácsony és Vitézi, meg még legelők. Mondom, ez most jó, aktuális lesz ide megint. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az 50-es, 60-as években, a 40-es, 50-es, 60-as években ez téma lett volna, amikor az Einstein a legaktívabb volt életében. És egyébként ez szerintetek valós? Az biztos, hogy megviseli a természetet. Én azt gondolom, hogy ma sem mindent méhek. Bingo, ez a lényeg.
De sok minden. Ezért nem a mélylegelő, mint kifejezés is ezért visz félre. Igen. Tehát nem mindent mélyek poroznak be, rovarok poroznak így be. Így van, beporzók poroznak be. Ez a nevük beporzók. De az lehet egy szárnyas hangya is, aki először itt van, vagy utána meg egy a másik növényen. Illetve nagyon sok növény van, ami önporzó, de meg szélporozzó. Meg a szélporozza, tehát hogy ezért nem ennyire egyértelmű, hogy akkor az biztos, hogy megviselődne, rengeteg minden, de először is nem lenne méz, ami kellemetlen lenne. Kellemetlen igen, de nem pusztulnak ki 4 éven belül az ember is. Megjegyzem, én szoktam méhecske lenni, mert a kivéjeimet én saját magam szoktam porozni, és nagy meló. Tehát én, a én nagyon szoktam. nagyon szeretném a méhek minél tovább nem maradjanak. De nem nekem kell csinálni, de én biztosra akarok menni, hogy nagyon sok kivim legyen. Na mi az igazság? Einstein nem mondott ilyet. Einstein nem mondott ilyet. Yes! Ennek utána mentek. Kisöntötte a száján a mélyeket. Leszarta a mélyeket. Ez a 55-ben halt meg. És nem nagyon foglalkoztak 55 előtt ilyen kardinális kérdésekkel, de ugye akkor azért felmerül a kérdés, hogy honnan a francból jön ez egyáltalán, hogy miért tulajdonképpen Einstein ezt? Nem Einstein mondta, akkor kicsoda? Igen, tehát van ebben egy ilyen autoritás dolog, hogyha valami nagy emberhez kötjük, akkor az tuti, hogy úgy volt. Egyébként nagyon fura helyek osztották meg, Facebook oldalakat találtam, tehát minisztériumtól kezdve komoly háttérintézményen át, Szél Bernadettig, érted? Szél Bernadettig osztották meg. Van egy sajtós, aki nem feltétlenül biológus, igen. Zöld politikus, érted? Sajtós. Jó, oké. Na mindegy, szóval utána mentek ennek. Egyrészt úgy mentek utána, hogy végignézték, most már azért technológiailag erre ezt elég könnyen meg lehet csinálni, az összes hangfelvételt, ami Einsteintől megmaradt, meg írásbeli anyagok, nem mondott ilyet. Tehát ez tök egyértelmű. De találtak 41-ből egy olyan szöveget, ami így hangzik, nem angolul olvasom fel, hanem magyarul. Ha jól emlékszem, Einstein mondta, ez egy 41-es cikk, ha eltávolítjuk a méheket a földből, egyúttal legalább 100 000 olyan növényt távolítunk el, amelyek nem maradnak életben. Tehát, hogy ez valakinek a cikke, aki Einsteinre hivatkozik, és nem pont ugyanazt mondta, azt mondta, hogy 100 000 növény fog eltűnni a föld színéről. De vajon ő honnan vette, merül fel ki, és utána mentek sokkal jobban, és kiderült, 1901-ben egy Maurice Maeterlinck nevű belga filozófus meg írónak a Méhek élete című könyvében szerepel ez a mondat tulajdonképpen, és utána találtam egy angol weboldalt, ami kigyűjtött, hogy ilyen 5 évente, 10 évente hogyan hivatkoztak erre a belga szerzőre, és megvan az a játék, amikor gyerekek így körbeállnak, és igen, egymás fülébe sugnak. Na hát ezt körülbelül így képzeljétek el, én most nem megyek itt végig, de mire eljutottunk az 50-es évekig, meg a 60-as évekig, ez totál mássá változott, mint amit ő egyébként egy ilyen fikciós műbe, filozófikus anekdotaként leírt, hát semmi tudomány nincs, hogy miért pont 100 000 részletet, semmi, hanem ő így leírta, hogy hát nyilván, ha a méhek eltűnnek, akkor majd itt 100 000 növény is el fog tűnni. Na ez eszkalálódott odáig, hogy ma már a szélberedet is azt írja ki, hogy... És egyébként akkor, hogy jól értem, akkor megvizsgálták ennek a, hogy mondjam, a tudományos alapját is. Megvizsgálták, nyilván nem, beporzók vannak, de a tudományosság azt is mondja, vagy a tudomány azt is mondja, hogy azért megsínylené a mezőgazdaság, komoly terméshozam problémák lennének, hogyha eltűnnének a méhek, de nem tűnne el a kenyér, mert vannak más beporzók, meghalni nem halál meg, és egyébként miért pont 4 év? Miért nem 3 éven belül? Miért nem 5 éven belül? Tehát hogy jött ki a 4 év? Meg a búzát szóval, nem is a méhiporozza. Igen, szóval azért te sok szempontból van itt gond, ráadásul annyi kaja van fölhalmozva, hogy 4 évig még azért lehet, hogy nagyon sokan meghalnak, de az emberiség egy jelentős része még túlélne más módokon. Szerintem a méhész lobby terjeszti ezt a... A Néprajzi Múzeum. Értem. Tehát, hogy akinek szintén sajtósa van, oké, de hát... És azok sem biológusok, hanem etnográfusok. Így. Na, podcast, találtatok-e új podcastot? Én újat nem találtam, viszont nagyon-nagyon sokat hallgattam. De mindig ezt mondod. Nem mindig ezt mondom, mert szoktam újat mondani. Jó. Nagyon sokat hallgattam a Partizán, a 24.hu és a Válasz Online taktikai összefogását a választási időszakra, vagy nem tudom, hogy taktikai-e. Háromharmad volt, gondolom. Háromharmad volt benne, igen. A Válasz Online-ból újságírók, Stump és még egy páran,
illetve hát a Gulyás Marci által vezetett partizán. Szinte nap, sőt, tehát az utóbbi, utolsó két hétben azt hiszem napi szinten, minden este volt műsor. Egyszerűen azt gondolom, hogy megvette a köztévé szerepét. Tehát a partizán. Tehát, hogy... Most már 5-6 órás adásokat tollak minden nap, mint hogy egy... Tehát, hogy rengeteg adást lenyomtak. Ha hajlandóak lennének több fideszes is bemenni, akkor azt gondolom, és a másik oldal is prominensebben megjelenni, amire szerintem próbálkozik a Gulyás Marci, csak valószínűleg mindig visszautasítják. És ez változni fog abban a pillanatban, hogyha a Fidesz is érzi, hogy megroppant, mert akkor kénytelen lesz is bemenni ezekbe. Az az baj, hogy én még mindig azt gondolom a partizánról, hogy egy-egy felől neked tökéletesen igazad van, hogy média birodalmat épít, ami most már egyébként meghatározó a hazai médiapiacon, és tényleg a közös tájékoztatás csak az egyik alappillérévé vált legalábbis a nem egyet néző emberek között, de közben ezeket a műsoroknak a döntő többségét még mindig a Gulyás Marci csinálja. És a Gulyás Marci még mindig nem újságíró, hanem aktivista. Egy aktivista, így van, akire egyébként ugye, hát igen. Ugye mindig az a kedvenc fordulatom tőle, amikor megpróbálja az emberekből kényszeríteni a saját problémáira való reakciókat. Igen. Amikor problematizálni és tematizálni akarja igen, a saját kis nünükét. A Lélekben már ajánlotta a Kadarkainak az új műsorát. Én mindig rájövök, hogy én nagyon szeretem az ő hangját. Olyan kis megnyugtató, olyan félig valahol lehet közbe vezetni, főleg mióta automata autón van. Tehát van a Lélekben című műsora, ami mindenféle pszichológiai területet jár körbe. Az egyik felében pszichológusok szólalnak meg, tehát a másik felén pedig egy adott problémában érintett híres ember reflektál a dologra. Tehát mondjuk beszélünk a bipoláris zavarról, akkor az első részében megismerjük, hogy mit jelent a bipoláris zavar, meg mit nem jelent. A második felében pedig valaki, aki önmaga is érintett és ismertebb, elmondja, hogy ő ezt az egészet hogy éli meg bentről. És szerintem ez egy nagyon izgalmas műsor számomra. És most már könnyű hallgatni, mert a Klubrádiónak most már minden műsorának van RSS linkje, ami az én nüköm, tehát bárki tudja hallgatni. A podcast lejátszójában. És volt már olyan vendége, aki azt üzente, hogy sajnos nem tudok menni, de elvilegben beleteg vagyok. Nem, Zoli, majd a téged hívnak, akkor ezt mondhatod. Illetve egyébként van, azt sem tudom, hogy ajánlottam az Embertelen podcast, amiben az az érdekes, hogy két AI beszélget, és elmesélik benne, hogy hogyan építették föl azt, hogy két AI csináljon gyakorlatilag egy műsort. Igen, én megpróbáltam meghallgatni az elsőt, így nagy nehezen végighallgattam, és rájöttem, hogy nem fogom azt sem hallgatni, de érdekes, nagyon érdekes, izgalmas kísérlet. Na, ilyen szempontból igen, érdekes, igen. Tehát nem az izgalmassága miatt, az nekem még mindig a Képtelen Krónika. Sziasztok, fiú! Áronnál a labda! Jó, ha már Képtelen Krónika, figyeljetek, kedves hallgatóink, a Vándorló méhet, azt hallgassátok meg, azt így, tehát így a Verával, a feleségemmel ketten hallgattuk meg egy kocsiút oda meg vissza, ilyen csapkodtam a kormányt, és mondtam, hogy felváltva röhögtön, és hogy nem hiszem el, bazd meg, nem hiszem el, ilyen nincs. Tehát tényleg hallgassátok meg a Vándorló méh című adást, ha már ez egy podcast. Az uterusról szól, nem a méhet képviselő. De ne lőd le a poént, hát tényleg, mekkora spoiler gyilkos van. Akkor vágjátok. Érted, mert hogy az előbb is a méhekről beszéltünk, ami 4 év, meg beporzó, meg minden. Okay. Na mindegy. Szóval... Jó, a méhvándorlásról lesz szó. Igen, akkor igen. Akkor ki, és a méhvándorlásról lesz szó. Ne rákeresztem a Vándorló méhre, és nem találhatom. Képtelen Krónika, tényleg. Nem figyeltem, ne haragudj. Felháborító. Először is láttam egy TikTok videót, amint két telefont egymás mellé tettek, mind a ketten adották a ChatGPT valószínűleg ingyenes verziót, és rábírtak őket, hogy beszélgessenek egymással. Rendkívül rövid videó volt, és rendkívül. Na, ezt akartam elmondani, illetve, hogy nálunk a villanyautó penetráció úgy tűnik, hogy tovább fokozódik, és emiatt rákattam a Villanyúra nevezeti podcastra. Már is te követem. Szeretnétek rendkívül részletes és hogy mondjam, magas igényességgel megfogalmazott szövegeket hallgatni arról, hogy hogyan működik a villanyautó és miért jó az emberiség számára, akkor
olvassátok, vagy hallgassátok őket. Én olyan részletességű podcastot nyomtak például a mostani akkumulátor technológiákról, hogy volt egy pillanat, amikor már értettem, és aztán kicsivel később már megint nem. Oh. Hogy felcsigázok az izgalmakat, veszélyesek-e a villanyautók a kompokra? Például ez egy adás témája. Én 4 podcastot hoztam, és az egyikben most futottam bele, de úgy látom, hogy szépen pár hetente raknak ki újabb és újabb adást. Ez a Literának a podcastja. Ti nektek mond valamit a Litera? Igen. Persze. Tök jó társaságban vagyok akkor ezek szerint. Asszociáltam valamire. Ez egy irodalmi magazin, egy online magazin. Tehát régen folyóirat is volt. Volt papíralapon is? Igen, meg negyed évente, igen. Akkor ez már csak azután, miután 90-es évek végén, mert nagyon régen indult el a Litera, akkor utána csináltak belőle folyóiratot is. Jó, szóval nekik van podcastjuk, és tök jó, nekem tetszett, ha jól emlékszem, a Sali Noémivel volt például nemrég egy beszélgetés, nem olyan hosszúak ezek, és tök érdekesek. Képzeld, hogy én nem bírom elviselni, egyszer nem bírom, és mégis annak ellenére nem bírom elviselni, hogy végighallgatom mindegyik, ahol megjelenik, mert érdekeseket mond, de borsodzik a hátam a valószínűleg a személyiségétől. Tényleg, tudom, hogy mindenki imádja. Fantasztikus tudása van neki, ez kétségtelen, minden nem bírom elviselni, ahogy beszél, meg amilyen szavakat használ, meg minden. De nagyon izgalmas ebben is, hát tökre ajánlom ezt a Litera, kövessétek be, tök jó. Aztán hoztam még a Tenger című podcastot, vagy nem tudom. Kitaláltam, hogy miről szól. Na. Számítógépekről. Oké. Okay. Nyaralás. Tengerről. Ez egy kulturális és irodalmi weboldal, vagy online folyóirat, ez is, vagy online periódika, nem tudom, hogy kell ezt így mondani, és nekik van podcastjuk, képzeljétek el, ha már méhek, most már harmadik méhek, a Weiner Senyei Tibor volt a legutóbbi adásukban a meghívott vendég, aki kivételesen nem arról beszélt, hogy egyébként méhészkedésbe fogott, de a végén azért csak megemlítették, hogy jó volt a pergetés, és mit tudom én, jó lesz az idei termés, mert arról volt szó, hogy a Weiner Senyei Tibor egy nagyon híres és nagyon fölkapott szentendrei kocsmában irodalmi szalont működtet, ez a kocsmát úgy hívják, hogy Kacsakő, és ott ezen a nyáron májustól augusztusig irodalmi, kéthetente irodalmi szalont működtet, és ő ennek a szervezője, és erről interjúolták meg fél órában, és tök jó volt hallgatni megint a Tibit, jók voltak a kérdések, elmondta mindenkinek, hogy ne autóval jöjjenek, hanem tömegközlekedésre vagy biciklivel, mert tökre jól ki lehet jönni biciklivel Budapestről. Szóval a Tenger című podcastot ajánlom, igen. És én bekövettem őket, mert hát, hogyha ez a legutolsó adás ilyen volt, akkor hát, ha lesz a többi is, majd jó lesz. És aztán hoztam még kettőt, ezeket korábban már kellett volna, és valószínűleg elfelejtettem. A Szkeptikus Társaságnak van podcastjuk. Már ajánlott. Tényleg? Igen. És mert a Parokovács rendszeresen ugye a Klubrádióban is szentel műsor. Na mindegy, és akkor hoztam negyedikként a The ESP-t, ami pedig a többek között a Pintér Gábor, aki a Magyar Szkeptikus Társaság titkára, ő neki angol nyelvű podcastja, úgy, hogy vele együtt még más európai szkeptikusok csinálják ezt a podcastot angol nyelven, tehát nem ő az egyedül magyar, és aki esetleg angol nyelven akarna, de magyar kötődésű podcastot hallgatni, annak ajánljuk, vagy én ajánlom a The ESP-t. Én elkezdtem azért hallgatni angol podcastokat, és nekem tök jó, mert ebben megvan egy kicsit ez a hortobágyi angol kiejtés, amit könnyebben tudok értelmezni. Az indiai angol? Hát, vagy az indiai, vagy a British English-t érted, aki Oxford. Azon gyönyörűen beszél. Gyönyörű, csak nem érthető. Rockney English, tehát a Manchester. Olyan szavak használnak, amik nincsenek. Igen, tehát, hogy ehhez képest én nagyon szeretem ezt az International English-t, amit Németországtól Franciaországon át egész a Romániáig mindenki beszél itt Európában, azt megértem. Na, ők így csinálják a podcastot, tök jól lehet érteni, én nagyon élvezem. Ne üles örözni egy verszivel. Úgyhogy én ezt a 4 podcastot hoztam nektek elvitelre. Jó hosszú adás lett. Jó hosszú adás lett, de hát ki kellett beszélni egy kicsit itt a választások eredményét. És még nem döntöttük el, hogy megyünk-e nyári szünetre. Elvileg nem tehetjük meg, mert el vagyunk csúszva, hiszen 2 hónapot nem voltunk. Igen. Igen, nekünk előre hoztuk, nekünk a kampányszünet volt. Kampányszünet. Ja. Kampánycsend. Minden esetre van azért egy-két téma szerintem a tartsajunkban. Én lehet, hogy azért visszahoznám a családon belülét. Erőszak azért nagyon Én ezt visszahoznám, mert mai napig is a pénztáros csopiban az a pénztáros lőrinc mém csopi. Szóval, hogy ezekben így napi szinten mennek azok a szexista, meg szóval tényleg
Rossz állapotban van a magyar társadalom, na. Szóval lehet, hogy visszahoznám azt a témát, függetlenül attól, hogy már nem Magyar Péter miatt aktuális. Jó, hát köszönjük szépen, aki még hall-e minket valaki. Szerintem hallgatnak, igen. És sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra, bocsánat. Viszontlátásra, hát formabontó módon. Még egyszer, sziasztok, viszonthallásra. Sziasztok, köszönjük. Hello. Hello. Sosa reppelnék se. Rá, vagy maga. Ez a megmondom, hogy reppelnék. Ember lustívek a szentélyből. Kint vagyunk az EB, megkódítjuk Európát, Brüsszelt egy magam elverni. Magyarország nem ereszkedhet féltérdre. Előre megy, nem hátra, az ellenkező térfélre. A sorosolás az veszélyes, de senki le nem győzi. Válogatottunkat, mi lassunk át, gyerünk, Rafó győzi. Csapatunk már-mára úgy fut ki a pályára, mint a lőrő pályázda, nincs ellenfél a számára. Hajdú Pista betyárosan mondta, itt egy kurucos kis kontra, ott az öltözőben cigánynóta jelzi, futball kulturális az országon. Régi magyar mondás, vára vármegy három. Kiskertemnek végén, stadionka nyíla, mire felcsúttam, a felcsút kupa döntőt hívott. A győztes, a skalon Pista volt, hazaadásként burítottam neki egy kis tavot. A klubunk taktikái téged is érdekelnek, ismételd, mint a megafonba előénekelnek. Jobbra passzol, így lehetsz a pályán eredményes, így határozott szerződésed örökké négy éves. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Aki ner az nyer, az ellenfélnek meg oda csapok. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Nincs ki lesz erre a bogóhoz balfék csapata. Már is kinőttük a puskást, tán háromszor is megtelne. Ria-ria, Hungária, szünetben az Aria reppelne. Az ország végét rendezne, minden le lenne szervezve. Széke, plastik, lámpák, közbe szerezve. Szobosztai a főnek, a támadó harmadba úgy hajt, akár csak én a negyedik két harmadra. Szobod rukásai tűk egyetlenülve veri, kilövi a sarkot, mit szemeket a Feri. Csallai bombája, óriás papátra mehetne. Dibusszal hozat még embereket a béke menetre. Atom a barga barna, de ha a mezőny fölé meddő, hiába támadás, magja irány a Toks 2. Mesterünk a Rosszi már, teljes neve Rosszi Márk. Úgy oktatott számomra nem létezik más tanár. Nyugatról ide menekült még Olajos, és a Stájsz a vételemben kerkez ellen áll, mint egy határvadász. Túloldalt a szerveket, oda-vissza vertük el. Az EB, mint a választáson, négy évente nyerni kell. Na ennyi kell. Most mint a labda, arrébb gurulok. Zugjon a hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Nincs ki lecseréljel, az utolsó percig maradok! Ha 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 ha! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Ha nekem le itt a pálya, jönnek a diadalok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá oroszok, vagyis akarom mondani, hajrá magyarok? Nem, magyarok, hajrá magyarok.